Tervet dolgozott ki a kórházon belüli fertőzések ellenőrzésére, illetve az antibiotikum használat és az antibiotikumokra ellenálló baktériumok megfigyelésére az Egészségügyi Minisztérium több partnerintézménnyel együtt. A közvélemény a kollektív tragédia kapcsán figyelt fel a kórházon belüli fertőzésekre, de nem új keletű és nem csupán Romániára szorítkozó jelenségről van szó, hangzott el a minisztériumi sajtótájékoztatón. A közvélemény elsősorban a kollektív klubban bekövetkezett baleset kapcsán kezdett érdeklődni a téma iránt. Miért vannak Romániában kórházon belüli fertőzések, miért vannak Romániában antibiotikumoknak ellenálló baktériumtörzsek? Ilyenek nem csak Romániában, mindenhol vannak, de a jelenséget nem ismerjük eléggé, így nem is tudjuk kellőképpen ellenőrizni. A program éppen ezért az okok jobb megismerését, az ellenőrzés alatt tartás módozatainak megismerését célozza. Vasile Strâmbu államtitkár elmondta, a következő két hónapban 70 sürgősségi vagy jelentősebb kórházban vizsgálják a jelenség alakulását, amely egy általánosan érvényes intézkedéscsomag kidolgozásához fog vezetni.